No, megyünk tovább, folytatjuk az adásunkat a Start Plus, nem is akármilyen témával. Vendégünk ugyanis itt a stúdióban, Németh Zsolt, a Külügyi Bizottság elnöke. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! És örülök annak, hogy jól mondtam a barászunknak a nevét. Göncz Attila, jó reggelt kívánok, felvidéki barász. Mert hogy a második borszerződésről fogom majd beszélni, de előtte. Ugye hát azért önt is ritkán látjuk itt a Startban, legközelebb majd jöjjön gyakrabban. Jó, hogyha kérhetjük. Örömmel megbeszéltük. Mert hogy most azért a borszerződésen kívül egy kicsit komolyabbra fordítva a szót, hogy a politikával is kell egy kicsit foglalkozunk, ha már eljött ide hozzánk a stúdióban, akkor a román miniszterelnök kijelentését követően a lemondásáról szeretnénk önt kérdezni. Ez mennyire volt önök számára váratlan fordulat, hogy ez megtörtént? Miközben pontosan tudjuk jó, hogy nem a kijelentése miatt mondott le. Ugye a román miniszterelnök azt tudta mondani, hogyha valaki kiakasztja a székely zászlót, akkor számolnia kell azzal, hogy ő is ott fog lógni mellette. Tehát gyakorlatilag akasztással fenyegette meg a székely zászlót kitűzőket. Azért ez a politikai öngyilkosságnak egy eléggé minősített formája. Azt gondolom, hogyha valaki egy ilyen kijelentést megenged magának bárhol, az Európai Unióban, akkor lehet számolni azzal, hogy ebből lemondás lesz. Viszont Románia, Románia, tehát azért mégis meglepetés volt, hogy ez most ilyen gyorsan bekövetkezett, és én azt gondolom, hogy ennek két nagyon fontos üzenete van. Az egyik az, hogy Románia mégiscsak most már egy európai országgá kezd válni, tehát ez a román demokráciának azt gondolom, hogy a sikere, ez mindenféleképpen elismerést igényel. Másrészt pedig, hogy egy nagyon fontos akadály alakult ki a magyar-román kapcsolatokban ezzel a kijelentéssel, ami egyébként elkezdett olvadni az elmúlt évben. Két országban járt a két országnak külügyminisztere, nagyköveti értekezleten, a két vezető kormánypárt elnöke alkudozott bizonyos konkrét ügyekben, Orbán, illetőleg a Dragnea. Tehát én azt gondolom, hogy valami elindult, és ennek az olvadási folyamatnak lett volna nagyon komoly kockázata, hogyha tudóze nem mond le. De lemondott, ezért azt gondolom, hogy van lehetőség arra, hogy a két oldalú kapcsolatok folytatódjanak. Hát és reméljük, hogy nem ilyen hangnemben fogja őt követni az utódja. Egy másik külpolitikai téma, ami belpolitikai is, nem tudom, látta a Gyurcsány Ferenc videóját az ukrán-magyar határ mellől, ott többek között egy Kispalád nevű településről jelentkezett be, és azt mondja, hogy egy 50 éves államközi szerződés alapján tömegével jönnek ukránok azért, hogy hát lényegében hamis papírokkal, de magyar nyugdíjat vegyenek föl. Egy házban van, hogy 200-an is be vannak jelentkezve, és akár több 100 000 forintos nyugdíjat kapnak, megcsapolva így a magyar költségvetést. Erről tud-e a kormány, és ha tud, akkor akar-e valamit tenni? Úgy gondolom, hogy itt van egy olyan objektív helyzet, hogy a határon túlról eléggé sokan költöznek át Magyarországra. Az elmúlt évtizedeknek a migrációs tendenciája az ez. Az Európai Unió ezt a problémát már kezelte, tehát ott a csatlakozáskor kötelezettséget vállalnak a tagállamok, hogy aki, ahol befizetett, onnan fogja kapni majd a nyugdíját is. És gondolom, hogy valami fajta európai jogharmonizáció fog erre a problémára megoldást jelenteni, ami iránt elkötelezettek vagyunk, hiszen az ukránokat támogatjuk. Az európai integrációban fogunk megoldást találni. De akkor erre Magyarország a nem kezdeményezi ennek a szerződésnek a felbontását? De a magunk részéről azt gondoljuk, hogy egy olyan kétoldalú megoldást kell találnunk Ukrajnával, ami összhangban áll az Európai Uniós tagságunkkal. Na, akkor azért menjünk tovább, hiszen van a beszélgetésünknek egy másik témája, nevezetesen ez a bizonyos második Kárpát-medencei borszerződés. Ilyenről még nem nagyon hallottunk, illetve hát hallottunk, 2010-ben volt az első, vagy mikor? Így van, hát ez a borszerződés, ez 2010-ben született, még a kormányváltást egyébként megelőzően, és úgy gondolom, hogy egy nagyon komoly elmúlt években tapasztalható népszerűségi felfelé ívelést tapasztalhattunk. A Kárpát-medencei magyar bor az Magyarországon ismerté vált, hogy jók az erdélyi borok, jók a felvidéki borok, hogy mi itt egy egységes borrégió vagyunk. És most jött annak az ideje, hogy egy ilyen háromoldalú borszerződésben tovább lépjünk azon túl, hogy népszerűsítjük a magyar Kárpát-medencei bort. Az egyik szereplők a borászok, akik most úgy látszik, hogy a határon túli borászok, azok kezdenek összeállni, és a magyar borászokkal szorosan együttműködnek. Van a kormányzat részéről egy elkötelezettség arra, hogy anyagilag támogassa a határon túli borászoknak és az anyaországi borászoknak az együttműködését, és a harmadik szereplő pedig a 22. kerület Budafok tétény, ami hagyományosan a Kárpát-medencei borászatnak a szíve volt,
az óriási pincerendszerrel, a kereskedelmi lehetőségekkel, és ez a borszerződés már azt is előrevetítette, Kárpát-medencei borászok találkozójával, kultúra, zene, együttlét. Most is szeretnénk, hogyha Budafok bent tudna maradni ebben az együttműködésben, ott működik nálunk az országnak a egyik legkomolyabb szakiskolája, ami borászokat képez, tangazdasággal, nagyon komoly borászati, kereskedelmi és tárolási tevékenység folyik, és szeretnénk a bor marketingben az elkövetkezendő időszakban segítséget nyújtani azáltal, hogy létrehozunk egy Kárpát-medencei borászati központot. No, Göncz Attila hozta a borokat, amiről beszélünk a lényeg. Az egyik, az egy Riesling és garamkövesről. A másik, ez a másik, az nem az ön bora. Ez pedig egy zöld veltelenje a Párkányi borvidékről. Igen, az nagyon finom, beletrafált. Mit kell tudni ezekről a borokról? Mondjuk miben más az ízviláguk, mint egy magyarországi bornak? Hát én úgy gondolom, hogy a Kárpát-medence az egy eléggé egységes bortermőhely, bár mindig hangoztatjuk, hogy nagyon változatos a termőtalaj, a mikroklímák, különböző különlegességek származnak az egyes helyekről, de azért azt látni kell, hogy a szőlőfajták azok nagyjából egy egységet képeznek, tehát ugyanúgy megtaláljuk mondjuk az olasz rizlinget felvidéken, mint délvidéken, vagy akár Erdélyben, és ugyanígy sorolhatnám a kékfrankostól a furmintig sok-sok szőlőfajtát. Sokszor azt látjuk, hogy egy-egy ilyen fajtának a legnagyobb területe az mondjuk határon kívül esik, tehát ezért is fontosak az ilyen együttműködések, úgy gondolom, hogy egyes szőlőfajtákat megpróbálunk megvizsgálni, tehát egy nagyon jó példa például Balla Gézának egy ménesi borásznak a kadarkája, aki tulajdonképpen egy új reneszánszt kezdett ezzel a kadarkával, klónokat szelektált, ezeket a klónokat Magyarországra visszahozták, és itt is eltelepítették. Három fantasztikus kadarkán van tőle. Igen, igen. Tehát úgy gondolom, ezt az együttműködést a borászok között emiatt is kell élővé tenni, és folyamatossá, hogy ezeket az értékeket megpróbáljuk megóvni, továbbfejleszteni, gazdasági és szakmai együttműködéseket kialakítani, és ezért is döntöttünk úgy, hogy a külhoni magyar borászok megalakítanak egy egyesületet, ahol minden határon túli régióból becsatlakozott egy-két alapítótag, és egyébként szombaton a borszerződés mellett ennek is egy aláírási ceremóniája lesz, tehát itt indul útjára ez az egyesület. Ezeket a borokat idehaza hol lehet megkóstolni? Hát nagy részüket nem nagyon lehet, tehát van egy-két kereskedő, aki forgalmazza ezeket a borokat, azért vannak ismert nevek délvidékről, Erdélyből, vagy felvidékről is, de jellemzően kisebb termelőkről van szó, akik mondom egy-két kereskedés forgalmazza csak, de például most szombaton majd a polgári bálban meg lehet kóstolni. Igen, csak röviden válaszolja Németh úr, hogy ez egy ilyen nyilvános ceremónia esemény, vagy önök is zárt körben ez egy nyilvános ceremónia, most szombaton 12 órakor kerül aláírásra a borszerződés 2, ugyanilyen szép lesz, mint az egy. És az egyesületnek a megalakítására is most szombaton fog sor kerülni, és ezt követően pedig a hagyományos budafoki polgári bálban díszvendégeink lesznek a határon túli borászok, és ott fognak tartani egy borkostolót is. Vannak még jegyek? Mindenkit szeretettel várunk, ez itt a marketing helye. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük, hogy itt voltak.